Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Boros Imre közgazdász, az első Orbán kormány minisztere. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! A hallgatókat arra kérem, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Néhány száz kell ahhoz, hogy meglegyen a 108 000. És a mai témánk pedig a korábbiaktól eltérően nem csak külpolitikai, hanem belpolitikai lesz. Ilyet ritkán szoktunk csinálni, de a mostani témáknak is természetesen bőven lesznek külpolitikai aspektusai. Amikor eredetileg ezt a beszélgetést terveztük, akkor a guruló dollárokról, azaz az ellenzéknek juttatott amerikai pénzekről szerettem volna kérdezni Boros Imrét, ám közben azért történt egy más az energia szektor területén is, többek között, hogy némi pánik hírek, pánik SMS-ek miatt miszerint véget ér az ársapka, beindult a pánikvásárlás. A hétvégén másfélszer több üzemanyagot vásároltak a magyarok, mint korábban. Ez lesz tehát az első témánk, meg hogy van-e összefüggés a között, hogy a hazai baloldal milyen pénzeket kap, illetve a pánikkeltések között, mert hogy sokak szerint ez a két kérdés összefügg. Mi a helyzet most? No, hát igen, ön nagyon jó szót használta, hogy a magyar baloldal, én soha nem mondom baloldalnak, ez már nevetséges, ennek a csapatnak a történelmileg hiteles baloldalhoz az égvilágunk semmi köze nincs, mert a történelmileg hiteles baloldal az általában ugye a bérből, fizetésből élők, tehát nem a tőketulajdonosok érdekeit tart a szem előtt, például ugye a hagyományos, tradicionális, régi vágású szociáldemokrata pártok. Ennek az égvilágon ehhez nincs semmi köze. Amúgy is a magyar baloldalnak nevezett konglomerátum már a 19. század végétől, 20. század elejétől aktívan azon dolgozott, hogy Magyarországot kitegye a nemzetközi magánpénzhatalom kényének, kedvének, most hagyd ne menjek bele 19-be, Káraiba, stb. Ezt a vonalat folytatják, tehát aktív globalista érdekek kiszolgálói reggel, este, meg délben, ahogy Gyurcsán szokta mondani. Na most akkor nézzük végig a dolgokat. Hát igen, gyakorlatilag megbuktak azzal, hogy hát egyelőre 3 milliárd forint van felfedezve, amely gyakorlatilag a választások előtt meghatározott csatornákon Magyarországra ezeknek a csapatoknak érkezett, azt elosztották ide-oda-amoda, és ebből finanszírozták a választást. Holott ugye a magyar törvények szerint minden a választáson indulásra jogosult pártnak, ennek megvannak a kritériumai, állami források járnak a kampány finanszírozására, és tulajdonképp ezek a források lennének azok, amik aztán gyakorlatilag a költségeket fedezik, de hát ugye úgy néz ki, hogy itt hát ugye Magyarország érdeke, hogy több pártrendszer legyen, igen. Magyarország érdeke, hogy sok politikai nézet felszínre tudjon kerülni, aztán majd a választó eldönti. Ezt, miután ez magyar érdek, a magyar közös büdzséből finanszírozza. De van más érdek is, ugye? Van más érdek, hogy nehogy a nemzeti érdekű pártok tovább tudjanak a felszínen maradni, ezért kívülről megtámogatják őket. Ez olyan világos, mint a nap, korábban is volt, nem csak ez a formája van, hogy választások előtt pénzt küldözgetnek, ennek sok ezer más formája van, ugye kinek a gyerekét viszik ki valamilyen ösztöndíjra egészen véletlenül, aztán, hogyha a párt ellenzékbe szorul, akkor itten, ottan, amottan, ilyen-olyan, amolyan egyetemen kap valamilyen tedd ide, tedd oda állást az illető, stb. Az ő könyveiket sztárolják, emelik az égbe, esetleg közepes minőségbe, stb. Tehát ez így néz ki. Na most, tehát itt nem mondjuk azt, hogy itt arról van szó, hogy Magyarországon belül folyó politikai küzdelemnek a részei, ellenkező esetben Magyarországot külső erők kényének, kedvének akarják kitenni. Na most akkor gondolom rátérhetnénk a második részre is, ami ezzel azonban nagyon keményen összefügg. Gyakorlatilag ugye a orosz-ukrán konfliktus, hát háborúnak nevezett konfliktus kapcsán a világpiacon meglehetősen nagy felbojdulás tapasztalható az alapélelmiszerek frontján és az energiahordozók frontján.
Na most az oroszok, az egyik fél, az energia, de az élelmiszerbe is, az energiába is nagyon nagy arányal, mint szállító részt vesz. Tehát van neki ilyen, ugye? Van neki ilyen. Az a bornírt ötlet származott az Európai Unió vezetőitől, hogy majd, ha nem veszünk tőle energiahordozókat, akkor majd kikényszerítjük, hogy befejezze a háborút, mert nem lesznek bevételei. Tehát ez ahhoz hasonlítható, mint hogyha valaki rettenetesen éhes, bemegy a hentesboltba, és ott lógnak a kóbászok. Azt mondja a hentesnek, hogy fú, nem gondolod, hogy én ezt megveszem. Na most itt eleve kilóg a lólába, hogy ezt épeszi kormányzatok így gondolhatták-e, A verzió, vagy B verzió, végrehajtanak külső parancsokat és utasításokat, aminek az a célja végeredményben, mert ez a projekt nagyon jó halad, hogy az érintett európai országokat lealázzák, leszegényítsék, majd gyakorlatilag ilyen állapotba visszasorolják önállóságuktól megfosztva a nagy nemzetközi magánpénzbirodalomban, mert ez a projekt ez kitűnően halad. Na most, hogy állt ebben már Magyarország? Hát nézzük Magyarországot. Magyarország természetesen úgy látta, mint mindenki más, hogy az, hogy az ukránokat megtámadtak az oroszok, az a nemzetközi mércékkel mérve agresszió, noha ugye megvoltak az előzmények, hogy lényegében ez a támadás ki is lett produkálva, meg manapság tudjuk már, hogy erre az ukrán felett éppen ezek a körök már közel egy évtizede, de minimum 2014 óta készítették fel szisztematikusan. Alapvetően a hadsereget, a rendszereket, stb. Ez azért kiderült, ugye? Tehát kvázi, ha elmaradt volna ez az agresszió, akkor szinte boldogtalanok lettek volna. De most ezt tegyük félre. Na most, hogy áll ebben a Magyarország? Hát ugye gyakorlatilag Magyarország energiában szegény, tehát importálunk szinte mindenfajta energiaordozót, kőolajat, földgázt, helyek közel szenet is, áramot, stb. Tehát kitettek vagyunk a piac változásainak, így kell nekünk gazdálkodni. Na most, hogyha a szankciók jöttek egyik a másik után, nem is tudom más ország szerint a 9-nél tartunk, akkor hogy tud egy Magyarország beállni, hogyha az ország nemzeti érdekeit is figyelembe kell venni? Hát úgy, hogy tiltakozik, ezeket észszerűtlennek kiáltjak, és az egyedi szankciók esetén addig magyarázza a magyar helyzetet, míg csak el nem fogadják, hogy valamilyen módon abból nekünk ki kell maradni. Hát ugye most az olajról van szó, beszéljünk erről. Hát arról van szó, hogy két módon lehet nyersolajhoz jutni, az egyik a tengeri szállítású nyersolaj, a másik a csöves szállítású. Tengeri szállítású nyersolaj jön a Közel-Keletről, meg innét, onnét, amonnét, de az oroszok is adnak el tengeri szállítású olajat bárhol, ahol kikötő van, Nyugat-Európában is kb. A negyede, sőt, még az amerikaiak is vesznek. Na, akkor ugye van egy pár olyan ország, akinek viszont semmi más esélye nincs, mint csövön vásárolni. Ilyenek vagyunk mi, a szlovákok, a csehek, abszolút, és a németek egy része is, mert annak idején a KGS néme, a volt NDK-ba is kiépítették a csőhálózatot, megkaptuk a mentességet. Ugye? Az ember azt hinné, hogy nagyon jó van, nagyon szép, és ennél tovább talán nem mennek, mert ebben mi tudunk gazdálkodni. Van gáz, föl vannak töltve a gáztárolók, az igaz, hogy drágább, de hát vannak védőernyők a háztartásokra. Na most az olajnál is lényegében gondoskodtunk magunkra, szépen föltöltötték a stratégiai készleteket nyersolajból. Van nemzeti tulajdon, nagy rész nemzeti tulajdonban lévő vállalatunk, ráadásul az a vállalatnak még van két szomszédos országban nagyon erős érdekeltsége, Szlovákiában és Horvátországban. Az ember azt gondolná, hogy ezzel a kondícióval baj nem lehet. Na de,
azért gondoljunk arra is, hogy a politikát azokat nem mindig csak tiszta lapokkal játsszák. Hát az energetikai fronton nem hiányzik a terrorizmus. Most emlegethetnék korábbi eseteket, de inkább a legutóbbit azt emlegetném, amikor a Németországba vezető két gázvezeték valamilyen módon felrobbant, és a mai állapotok szerint, tegnap néztem a német parlamenti vitát, ott mondta az egyik ellenzéki képviselő, hogy hát mi annyira nyomorultak vagyunk, hogy 70 méterre nem tudunk lemenni nehéz búvárokkal, kellő műszerezettséggel és egy komplét feltárást tenni. Hát ugye itt tartunk. Na most a mostani helyzetre ez nagyon kitűnően alkalmazható. Eldöntötték, hát gondolom ellenségnek kitűnőek lennének a mi barátaink most, eldöntötték, hogy ha nem sikerül a választásokon a hadművelet, mert pedig hát eszeveszett módon lebőgtek, mint Gacsajpesta Máté Szalkai lóversenyen, megjött a negyedik kétharmad, amire nem számítottak, és hatalmas pénzt kidobtak rá, akkor jövünk a szennyes módszerekkel, és akkor kérem, mi történik? Hát az történt, ugye, hogy hát ez a nemzeti tulajdonban is lévő vállalatnak a hazai feldolgozó telep, ez a bizonyos száz halombatta, valamilyen módon, hát éppen akkor most van karbantartás alatt. Eleve gyanús a dolog, mert egy korábbi időpontban Bécsen a Schwechat is ugyanilyen állapotban volt, meg a pozsonyi is. Nem tartom kizártnak, hogy ezek az olajcégek vagy a fűrészvényeseik egy kicsit összebeszélnek, hogy az árakat fönn tudják tartani az egekbe, hiszen ilyen nyersolajáraknál a benzin és a gázolajára sokkal lejjebb, 100-150 forinttal lejjebb szokott lenni, tehát manipulatív az üzemanyagár eleve. Na most a magyar helyzetben meg még az is bántja mondjuk a MOL részvényesei egy részének a lelkét, szegény lelküket, hogy hát van ez az ársapka. Na, csináljunk valamit, kicsit szervezkedünk. Egy. Magyarországnak húzzák, halasztják az Európai Unióból jogosult pénzeit, ugye, ami a helyreállítási alap, késleltetjük, sőt, megkurtítjuk a 7 éves fejlesztési terv forrásait, de akkor nézzünk meg egy kis, hát abszolút piszkos játékot is. Ez már ugye egy kicsit a fantázia világába megy, de nem lehetetlen. Hát akkor csináljuk a következőt. Betesszük a pankciós szabályok közé azt, hogy akik ugyan orosz olajat vehetnek, mint a szlovákok, a feldolgozott termékeket azonban az Európai Unió országai között se forgalmazhatják. Hát nem arról szól az Európai Unió esetleg, hogy szabad az áruk forgalma? Hát igen. Mert ez a szabály be van pakolva. Egy időben azonban a MOL-nál előállítunk, vagy előáll, nem tudom itt ebbe a végső dolgot, nyilvánvalóan majd a konkrét vizsgálatoknak kell eldönteni, egy olyan helyzet, ami, hogy mondjam, sakmak helyzet, épp a gázolaj területén, a gázolaj sokkal érzékenyebb, mint a benzin, több okból. Egyrészt, mert nettó importőr gázolajból az Európai Unió csúcshelyzetben Oroszországtól szoktak venni 400 000 holdót naponta, nettó importőr. Azon kívül ugye tudjuk, hogy a gázolaj nem csak a személygépkocsikat hajtja, de az összes erőgépet, autóbuszt, traktorokat, mi egymás. Tehát, ha ott csinálunk egy kis kalamajkát, akkor az bizony, hát egy káoszerű ütlegeléssel ér fel. Na most, hát csináltak, na most én ebben nem akarok belemenni, meg minősíteni sem, meg így sem, meg úgy sem, meg amúgy sem, de mindenképpen a vizsgálatot megéri az egész, hogy valójában mi történt, mi történik, és mi nem akar történni a MOL száz halombattai terepén. Ugye? Na most az már egy másik dolog, hogy ügyes kereskedelmi technológiával, pénzügyi technológiával, ebből ugye mélységes nagy tanulságot lehet örökölni az 50-es évek idejéből, amikor is megoldható lenne az jogszerűen és, hogy mondjam, szankció
szerűen, hogy mégis bejöjjön a szlovák, vagy az adriai finomítóból kellő mennyiségbe gázolaj, vagy akkor adott esetben benzin. Tehát így csomósodik ki az, hogy semmi nem drága, és tulajdonképpen egy olyan ország, aki hát bizonyos értelemben több szempontból útjában van ennek a reszetnek, amit ugye meg is hirdettek, nagyon útjában van, ideológiai szempontból is útjában van, gyakorlati szempontból is útjában van. Ráadásul a gazdasága eredményes, hát ezt az országot valamilyen módon, ha kell, a lehető legpiszkosabb diverzió keretében is, de meg kéne büntetni. Nagyon érdekes, amiket mond, illetve olvastam tegnap a Pesti Srácoknak adott interjúját a témában, és én mindig azt gondoltam, hogy a MOL alapvetően mégiscsak a nemzeti érdekeket tartja szem előtt, és sok esetben a kormány kommunikációja is ez volt, illetve hogy Hernádi Zsolt azért alapvetően mégiscsak jó kapcsolatot tápol a miniszterelnökre, ugye ezt halljuk. De felülírhatja a politikai szimpátiát a haszonszerzésnek az elve? Vagy hol csúszhat el ez a történet a MOL-nál? Hát ugye alapvetően úgy tudjuk, hogy van hála Isten két olyan társaságunk, a másik a OTP, amelyik azért nemzetközi kitekintésben is szabad szemmel, illetve látható, dollár szabad szemmel is látható a MOL is, és a MOL egyébként eszeveszettő terjeszkedik, mert éppen most vett meg 600 darab kutat Lengyelországban, nem tudom, hallott-e a hírt. Tehát nem üres a zsebe, valamint tavaly minden idők legnagyobb osztalékát fizette. Na most hát egyrészt ugye a mohóság az általában a befektetőkre jellemző. Na most ha Hernádit nézzük, egy ilyen nagy gazdasági vezetőnek természetesen az normális, ha minden politikai erővel tart egy bizonyos kapcsolatot, viszont hát a tárgyalagosság állapotába helyezkedik. Nehéz lehajló, és nem szolgál ki érdekeket. Na most már itt nem tudom, hogy nem billege a mérleg Hernádi esetében, nem tudom, ugye ez majd egy vizsgálat, ha lesz, már pedig nagyon kéne, az deríti ki, mert azért azt beidézném, hogy ez a fajta egyforma távolságtartás azért azt csak eredményezte, hogy annak idején ő is, meg az OTP is kellő mennyiségű forrásokat juttattak ugye a globalista magyarországi politikai erők részére. Erről azért a sajtó is. Ez mit jelent egyébként a gyakorlatban? Hát mit jelent? Pénzt nyomtak oda a kampányokba. Hát ez nagyon egyszerűen érthető. Akkor Hernádi, mert én amit most már így hallok a modern korban, az az, hogy Hernádi Zsolt a Fidesz embere, és ha egyébként nincs a MOL-nál üzemanyag, akkor arról tulajdonképpen a Fidesz tehet, hiszen a Fidesz embere van ott. Hát gyakorlatilag ez a legszebb eset. Hát gyakorlatilag ez úgy hívják, hogy az ilyen, hogy mondjam, titkosszolgálati egyéb, ez a cover story. A takaró történet, a takaró alatt azonban van a lényeg. Lehúzzuk a takarót, és akkor az van, amit én mondtam előbb. Hát nyilvánvaló, hát ez dajka mese hülye gyerekeknek. De akkor egyébként lehet, hogy... Média termék, amit lehet fogyasztani, mint a, mit tudom én, az ősszel az almát, amikor szüretelik. Hát nyomják ugye ezt, az agyakat ezzel érzelik. De gyakorlatilag ugye itt már nagyon komoly károkozásról van szó, és itt lényegében nagyon komoly... És akkor nem is mondom, most alakult át a kormány szerkezete, ugye? Egy energiaügyi miniszter lépett be, hát egyébként ugye még azt is megmutatják, na akkor odavágunk egyet a friss miniszternek. Én pont azon gondolkodtam, hogy egy miniszter az első napokban általában azt szokta megtanulni, hogy melyik ajtón kell bemenni ki a munkatársra. Na jó, hát ez a miniszter ennél azért járatosabb, mert a szektorból jött, meg pénzügyi... De hogy az első napokban egyből azzal szembesülni, hogy akkor ezt a válságot most gőzerővel kezelni kell, az nem egy kellemes belépő. Hát nem, meg ugye egy kormányzati szerkezet módosulás is bekövezett ezzel, hogy hát ismerjük, hogy mi minden ide rakták, oda rakták, amoda rakták. Hát ha meg lehetne a kormányzati szerkezetet is, hogy mondjam, indítani. Ráadásul ugye úgy néz ki, hogy erre még most tudva, tudatlanul rájöttek bizonyos nyilatkozatok a pénzügyi körök, a vezető pénzügyi, magyar vezető pénzügyi körök közötti
hát úgy mondjam, barátinak, még barátinak nevezhető pengeváltásokról, és akkor aztán finoman fogalmaztam. Lehetséges az, hogy ugye az OTP és a MOL is a tőzsdén is jelen van ráadásul, és persze, láttuk az OTP részvényeknek is a hullámvasútját itt az elmúlt időszakban. Igen. Tehát lehet az, hogy ezek a cégek valójában ilyen külső globalista ostrom alatt vannak, és vagy együttműködnek, vagy minimálisan együttműködnek, vagy ellenállnak, de valójában ebből igazából nem lehet jól kijönni pontosan a kitettség és a méretbeli különbségek miatt? Hát akkor nézzük ezt is végig. Hát nyilvánvaló mind a két cégnek az egy az egybe történő globalista bekebelezése az egy történet. Hát a MOL be is volt kebelezve. Annak idején Draskov is adta el az utolsó állami 10%-et Londonba minden idők legalacsonyabb árán. Ebből a helyzetből fordított az Orbán kormány, és ugye az ÖMV gyakorlatilag szekundált az oroszoknak, de ezt a részvénystokkot, ami az ÖMV kezén volt, egy adminisztratív hiba kapcsán nem tudta birtokba venni az orosz fél, így került ez vissza Magyarország, azért legyünk világosak. Ami az OTP-t illeti, hát háromszor is megpróbált a Soros elvinni, ellopni, mint kismacska, mondjuk azt a vajat a vizéből, ugye megsortolta az OTP-t, még büntetést is kapott, akkor ugye szét akarták választani az elnöki, meg az egyéb hatásköröket. Akkor még volt a magyarországi szocialista pártba is, hogy mondjam, nemzetérdekű csapat, azok is együtt működtek, annak idején ez éppen az MDF-ről a MSZP-SZDSZ kormányra történő váltás idején volt, sikeresen megakadályozták. Hogy ne ezek? Gyakorlatilag ez a birodalom, ez a két birodalom, ami azért erősen nemzeti hatáskörbe maradt, arra való, hogy mondjam, áhítozás, annak évtizedes története van. De akkor, és ez nem múlt ki magától. De akkor például a mostani pánikkeltés kapcsán, mert nyilván leállt a 100 halombattai finomító vagy félkapacitással üzemel, de ettől függetlenül azt mondja a MOL, hogy elsősorban a rémhírkeltés miatt indult el a pánikvásárlás. Na most a rémhírkeltés az egy rádolgozás. Hát nyilvánvalóan a hálózatok, mert ugye vannak azon az oldalon, hát annak idején hát egyszerűen röhely, hogy Magyarországon Dobrev Klárát hogy tudta megverni Márki-Zay. Mert működött egy hálózat, ugye ezzel az előválasztási cirkusszal, hirtelen koncentráltan annyi szavazatot adtak be elektronikusan, hogy mese nem volt, mindenki nézett egy nagyot. Hát ilyen hálózatok működnek ma is, hát ne legyünk egészen naívak. Hát ezek működnek, ezeket működtetik. Hát rengeteg ilyen Soros által finanszírozott, civilnek álcázott politikai rohamosztag van Magyarországon. Hát rengeteg. Tökotástól kezdve a fene tudja a ilyen-olyan, amolyan Helsinki bizottság. Se szeri, se száma. És ezek kivadnak többe pénzzel, értenek az ilyen típusú technikákhoz természetesen. Hát a Bajnai által létrehozott datadat, vagy mi a jó ég. Tehát az tipikusan ilyen cég. De van több. De itt, ha már a datadatról beszélünk, ugye ott az internetes világnak a mélységei miatt is érdekes talán, illetve hogy az a választási kampányban hogy vett részt, és felmerült bennem az a kérdés, hogy itt, amikor arról beszélünk, hogy amerikai pénzek, akkor mindig valami ilyesmi jelenik meg nagyjából a szemünk előtt, hogy valamilyen milliárdos nagybácsi küld pénzt, de nyilvánvalóan ez nem így van. Hogy ilyenkor az amerikai állam, az amerikai titkosszolgálat, vagy magán amerikai emberek, akik változást szeretnének, szóval kiküldi ilyenkor a pénzt valójában? Hát nagyon bonyolult ez, mert ugye most a baloldali kormányzat van Amerikában, tehát igen, kormányzati és CIA pénzek is megjelennek, a múltkor ki is derült bizonyos ügyek kapcsán, de még erre sincs szükség, mert a nemzetközi magánpénzbirodalomnak saját forrásai vannak, sőt, ő élteti az amerikai költségvetést, tehát az amerikai Egyesült Államok költségvetése az folyamatosan hitelből él, nem az adóbevételekből. Az adóbevételek csak arra vannak Amerikában, a szövetségi költségvetésben, hogy az aktuális kamatokat fedezzék, és miután az aktuális kamatok is mennek fölfele, ezért erőltetik azt a minimumadót, ugye? A Trump levitte az adót,
a Biden szemelt, és most Európát is arra akarják kényszeríteni, hogy nehogy a tőke elmeneküljön Amerikában, mi is emeljük meg. Ezek így függnek össze. És hogy látja, mennyire nagy a nyomás a magyar kormányon amiatt, hogy valójában ők is álljanak be a sorba, és mondjuk a felszínen egy-két témát fenntartanak, de a háttérben meg azért megegyeznek, és például azért szankciós csomagok tekintetében a magyar, tehát a Fidesz is megszavazott több olyan szankciós csomagot. Álljon meg a menet, ez a megszavazotta. Úgy szavaztuk meg, hogy nekünk a negatív társaiból mentességünk volt. Ha nektek tetszik, vigyétek, mi nem szavazunk ellene. Mert ezt is félre van ám magyarázva keményen, hogy megszavazta a Fidesz is. Nem. A Fidesz azt mondta, hogy ha mi megkapjuk a mentességet ebből, abból, amabból, és meg is kaptuk, ugye? Akkor nem szavazunk ellene. Az egészen más, mint hogy megszavaztuk. Megszavaztuk, azt jelentette volna, hogy behajtjuk a fejünket, azt mi is szívunk, mint a torkosborz. Az egészen más ám. A másik, ami... Ugye a médiában az ilyenfajta csúsztatások, a szemantikai lelemények elég gyakoriak. Igen. A másik, ami felmerült bennem, hogy most már hát 2010 óta legalább komoly pénzeket öntenek a hazai ellenzékbe, ezek szerint ugye most már látjuk, hogy külföldről is, és ha befektetői szemmel néznénk, akkor elsőre azt mondhatnánk, hogy ez nem valami jó üzlet, mert ugye nem igazán sikerült szépen szerepelniük. De ezzel párhuzamosan miért éri meg nekik még mindig? Itt akkor valószínűleg nem a hatalomátvétel a cél, hanem sokkal inkább pont az ilyen káoszteremtés, meg az ilyen kellemetlen kis szurkálódások, amik időként hát szurkálódósak? Hát a helyzet az, hogy a hatalomátvétel is persze cél, csak attól azért olyan messze állnak most, mint Makó Jaruzsálemtől. De van egy másik szempont. Ez a magyar példa, ami ugye, hát minek szokták mondani, ugye unortodox, mert az ortodox az, hogy ha mi behajlunk, az fizetünk, mint a katonatiszt. Ha nem hajlunk be, és itton tartjuk, akkor az unortodox. Ez működik 12 éve, ez az országot hozza felfele, ez a társadalom működését normális keretek közé helyezi, és ez a példa ragadós. Na ez a nagy probléma. Ezért kéne letörölni a föld színéről is, mert hát most már nézzem. Az Egyesült Államok konzervatívjai Orbán Viktort hívják meg, hogy mondjam, vezető előadónak, hogy meséljen már a családdal, hogy vagyunk a nemzeti érdekek, stb. Máshol is vannak ilyen példák, ugye, megkövetik ezeket, hát ugye most az olaszok azok át is fordították a dolgot, tehát elképesztően sürgős lenne minket ilyen értelemben levenni a politikai ellentérképről, ami mérhetetlenül zavarja őket. És ez ügyben mindenféle forrást, magánforrást, és ez alatt a magánpénzvilág, birodalom forrásait, hiszen eddig korlátlanul teremtették a pénzt. Most egy kicsit már bajba vannak, mert a dollárt azért nem olyan nagyon kapkodják, inkább szabadulnak tőle, meg ahol lehet az állami forrásokat is erre állatják, például az Egyesült Államokban is. Hát annak idején Clinton felesége is ugye el volt foglalva a klubrádióval. Hát reggel azzal ébredt, reggel este azzal feküdt, hogy mi van a klubrádióban. Hát azért emlék. Szóval itt igazándiból a példa ereje, a példa bizonyító ereje, hogy lehet máshogy is és eredményesen csinálni, ez mérhetetlenül zavarja őket. Na és akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy talán azért is van speciális helyzete Magyarországnak, ha most az orosz-ukrán háborút nézzük, akkor Magyarország NATO tagország. Magyarország azért az őrült szankciók hatásainak egy része alól nyilván mentesül, és reméljük, hogy minden ilyen szankciónak a hatása alól mentesül. Közben Magyarország azért próbál normális kapcsolatot és érdekeken és gazdasági érdekeken alapuló kapcsolatot kiépíteni más irányokba is, ami miatt meg megkapjuk, hogy mi kelet felé orientálódunk, de ön hogy látja Magyarországnak a helyét most a világban, mert azt látjuk, hogy az Európai Unió valami egészen elképesztő műveletet meg színházat hajt most végre, de ugye a globális délnek a kultúrája meg kulturálisan áll azért, meg sok szempontból áll azért tőlünk messze, tehát hogyan tudunk mi kis nemzetként boldogolni ebben a mostani globális katyfaszban?
Hát úgy, ahogy eddig. Hát azt kell, hogy mondjam, úgy, ahogy eddig, sehogy máshogy. Hát ezt kell csinálni tovább, és egyre inkább vannak ugye ehhez játszótársak a nemzetközi arénába. Ugye? Hát persze feladni mindig lehet a várat, de hát minek? Hát nem kéne. Jobb lenne, ha feladnánk? Ugye fel kell tenni ezt a kérdést. Van-e más út, ami eredményre vezet? A válasz az, hogy nincs. Akkor pedig gyakorlatilag helyt kell állni, és minden ilyen rohamot vissza kell verni, és ehhez szövetség. Na most, ami a más világ felett való orientálást illet, hát ezt csinálni a nyugat is. Hát olyan német kancellár a kínaiaknál hajbókol most már, hogy mennyire. Akkor elmegy Katarba, hogy adjatok egy kis gázt, mert úgyse tudnak adni annyit. És pár év múlva majd lehet, hogy adnak. Hát mit tudom én, hogy mi lesz, hogy lesz. Hát mindenki ezt csinálja. Sőt, időnként egy-két normális hang is megfogalmazódik. Legutóbb ugye Macron, aki azt mondta, amit egyébként a kínaiak az első percben mondtak, hogy azért valahogy figyelembe kéne venni az oroszok biztonsági érdekeit is. Igen. Hát miért, de játékosok vagyunk, hát gyakorlatilag a szellemvilág területén nagyra nőttünk, ezt természetesen a fizikai testünk nagysága nem követi, de nem is valószínű, hogy fogja. De hát a szellem ereje is azért számít ám a világba. Igen, ahogy egyébként például Izrael egy kis országként tud meghatározni. Hát nézze meg, hát persze, hát ott van Izrael, hát így van. Na most Izrael is nagy a baj, mert Izrael nem szeret most már a nemzetközi pénzvilághatalom, hogy mondjam, kiszolgálója lenni, és gyakorlatilag magára vonni a világ, hát kvázi gyűlöletét. Most egy nemzetérdekű politikát folytat, ezért ugye a Netanyahut is levették a pályáról, most meg megerősödve visszajött. Én azon gondolkodtam, hogy így az Európai Uniós támogatásoknak a kérdését mindig megpróbáljuk, hogy így abszolutizálni, hogy ha nem jön az a pénz, akkor összeomlik minden, és itt a világ vége, és mintha mindig ebből indulnánk ki, holott azért a nemzeti érdekeink hosszú távon sokkal fontosabbak. Tudom, hogy sok pénzről van szó, de mégiscsak. Figyeljen ide, hát ugye van egy pont, amikor hát ők is eldöntik, hogy mi a jobb, ha mi bent vagyunk és bedarálnak bennünket, kettes bent vanuk, de nem tudnak bedarálni, vagy mi megyünk ki. Mi is ezt ugyanúgy leragozzuk, és vannak pontok, amikor úgymond döntést igénylő helyzet van. Magyarország rendkívül értékes terület kívülállóknak is, mert belül vagyunk az Európai Unión. Van olyan mozgástér is, hogy ennek nagyobb hangsúlyt adunk kifele, már az Unión kifele, és onnét adott esetben olyan forrástömeg érkezik, akkor azt mondom, hogy szamárfülötet integetünk az Európai Uniónak. Tehát ha benn vagyunk, kint vagyunk állapotot is el lehet majd játszani, ha éppen oda jutunk. Ön szerint lesz olyan pont, amikor ez napirendre kerül? Hát nem tudom, én szeretném elkerülni, de nem tartom kizártnak. És mi lehet ez a pont, ha már nem adnak semmit, és ránk erőltetik a hülye törvényeket? Hát ugye a végképp azt kell mondanunk, hogy mi nekünk csak befizetni valunk van az Európai Unióban, de nekünk ne európénzeket nem utalják, és gyakorlatilag, hát úgy gondolom, hát persze időben ezt nehéz belőni, de valahol a jövő év első negyedévében ennek ki kell derülni. Hát izgalmas idők lesznek. Boros Imre, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Kérem, minden jót!